Tetteink következményei. Ezt a címet adtam ennek a beszélgetésnek, és vendégem dr. Kalmár Gergely, növénygenetikus. Gergely, sokszor beszélgettem már veled erről. A múltkori programunkban is vendég voltál, de úgy érzem, hogy ez egy olyan téma, bár most nem kaptál túl hosszú időt, hogy erről mindig beszélni kell. Ez a mai világnak a, hogy is mondjam csak, jellemzője, a régmúlt következménye. Fontos, hogy miket eszünk, hogyan élünk, és hogy felelősségteljesen vállaljuk föl. Tehát a tetteinkért vállaljuk a felelősséget, mert nincs olyan tett, aminek ne lenne következménye. Gergely, beszélj nekünk erről. Hát szeretettel üdvözlök. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Látom, önök továbbra is törődnek az egészséget, meg a családnak az egészséget, mert ez egy nagyon fontos dolog. A legnagyobb problémakör, részleteiben nem fejtem ki most, ez csak utalok néhány emberre, akik ebben már nagyon komolyat alkottak. Például Dahlke, hogyha elolvassák a műveit, az utolsó könyvei között szerepel, hogyan lettünk mi rabszolgák, hogyan lettek a gyerekeink rabszolgává téve, az unokáink hogyan lettek eladva. Ezt ő szépen leírja, ez egy folyamat. Tehát ebben egyetlen egy rendszer működik csak, az, hogy nem személyiséget nevelünk a gyerekeinkből, unokáinkból, hanem egyéniséget. Ezt kérem önöktől. Akkor van mód arra, hogy a szellemi erők megmaradnak, kitisztulnak, ami bennünk van, és Isten anyánk, ahogy teremtette Jézust, képzeljék elő, egy mondását ne felejtsék el. Felnőttekké kell válnunk, de meg kell tudni maradni gyerek. Az a baba, amikor megszületik, az egy átalakuláson megy át. Ez egy metamorfózis. Addig az anya méhében van, megszületik, és egy teljesen más élőlényre, mihelyt a lélek beleszáll a légvétellel, de a szelleme az bent van már magzati korban is a gyerek. Ugyanez a kristályterápia, itt ugyanúgy, aki erre alkalmas, de minden ember másképp éli meg, egy átalakuláson megy át. Tehát ugyanúgy bekerül egy báb állapotba, hogy a hernyóból lesz egy báb, és akkor egyszer csak egy pillangó lesz belőle, amelyik nem tud rágni, csak nektárt tud szívogatni. Egy teljesen más élő, nem tud mászni, ő csak röpköd, és így tovább. Tehát hatalmas a teremtő. Most a teremtő az egy nő volt, tehát Isten anyánk volt. Tehát ezt így kell megélni, ez akkor tisztul ki, mikor egy ilyen kristályterápiás kezelésen átmegy valaki. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, hogy érezzük az ősigazságot. Ezek a teremtésnek a dolgai nagyon fontosak, és ebbe, hogy a mi emberek hány helyen belenyúltunk, itt utalok Konrad Lorenzre, az emberiség 8 bűne, ő részleteiben leírja a dolgot, de egy alapvető probléma van. A Biblia első oldala. Tehát nagyon hiányos ma már, tehát minél régebbi Bibliát vegyünk kézbe, mert mindig, már az első oldal se az, tehát az olyan kiadásokban, mert eredendően úgy volt, hogy Isten teremté a világot, és először például teremté a növényeket, és így tovább. Ha önök eljutnak arra a filozófiai, tehát bölcseleti szintre, hogy a növényt az ember fölé helyezzük, mert előbb volt teremtve, mi növények nélkül nem lennénk. Most egy hete körülbelül beszélgettem egy fiatal
filozófussal, hát nálam a fiatalabb így értendő, de egy teljesen olyan a hang és elemmér gondolkodás egyéb, és a záró mondata ez volt, és ennek úgy örültem, mert én önöket is már régen így tanítom, hogy a növény az előbb van, azt nagyon meg kell becsülni. És akkor írja tovább ez az ősi szöveg, ami a Gilgamesz eposzból maradt meg az emberiségnek, hogy az embernek teremté eleségül a magot termő füveket, gyümölcsöt termő fákat. Nem beszél zöldségekről egyéb, de utána még írja, hogy amelyeknek a magját, ha elvetitek, ugyanolyat terem. Tehát magnemese. Ez az összes újkori Bibliából, legyen az angol nyelvű, magyar, francia, ki van hagyva. Miért? Mert hozzányúltunk a génanyaghoz. Tehát hogy így az emberek átalakuljanak. Tehát képzeljék el, tehát én nem vizionálok, csak látom, hogy építik körbe a körforgalmakat az egész országban. Először Európában, Angliában történt ez meg. Ott persze fordítva megy a körforgalom. Most ha ezt ezotérikus síkra rátesszük, a kerge marhakor ott alakult ki. A kerge marhakor hogy alakulhatott ki? Úgy, két tényező volt, hogy genetikailag hozzányúltunk a növényekhez, lett egy új növényi fehérje, ez mindenütt ott van már a világban, és nem tudjuk mikor, hol, kit kap el embert, állatot. Tehát mi fogyasztjuk a növényeket. Azóta egész Európában az összes szarvasmarhát leöléskor vizsgálni kell, hogy beteg volt-e vagy sem, mert nem hozható forgalomba. Önöknek erről semmi információt nem adnak. Természetesen én mikor tanultam a húsipart, már akkor se volt ami kötelező ellenőrzés, rábízták egy fiatal tanulatlan lányra, hogy ő csinálja a húsoknak egyéb a vizsgálatát. Nem az állatorvos, papíron az állatorvos. Most képzeljék el, hogy Magyarországon a szivacsos agyvelőkor milyen százalékot ért el a humán lakosságnál, Európába és így tovább, mikor erre, itt pont Szegeden van Európában a kutatóközpontja, a Prion kutatás, tehát így szerepel ez a szakirodalom. Tehát ez egy hatalmas gond. De ha megnézzük, Rudolf Steiner 1920-ban írott egy könyvet, nem sok könyvet írt, mert a tanítványai írták az ömét az előadások alapján, az ő neve alatt persze, a következőt írja, hogyha az állatokat állati fehérjével fogják etetni, akkor meg fognak zavarodni. Ezt nem én írtam, mert az történt, hogy néhány szarvasmarha, ami evett ebből a növényből elpusztult, mert ez csak egy kód, egy jel, ami bekerült a szervezetbe, és bekerült a véráramba, a fehérje, ami eddig a Földön nem volt. Az Isten nem teremtette azt a fehérjét. Megette az állat, bekerült a véráramba, kering, de minden szövet elutasítja, mert idegent nem fogad be. Elégetni nem tudja, fölhasználni energiává, nincs hozzá kulcs. De amikor az agykapun keresztül bejut az agy olyan érdekes, csodálatos szerve az embernek, hogy minden idegent be tud fogadni. Hát képzeljék el, ez olyan szinten megy, hogy USA-ban nagyon sok cukorbeteget gyógyítottak már vele, hogy a sertésnek a hasnyálmirigyéből kivették a Langerhans szigeteket, amely az inzulin termeli, és beültették a cukorbeteg agyszövetébe, onnan nem löködik ki. Érdekes módon. És termeli az inzulint, és nem kell őt magát böködni tovább. Tehát az agyba bekerül ez a fehérje, amit csak egy jel, nem vírus, nem baktérium,
és kiadja az utasítást az agyszövetnek, hogy csinálj még egyet, ilyet, tized, százat, ezret, milliárdot, és marad egy szivacsos agy belőle. Ez a vége. Na most ezeket így elpusztult állatokat fölfőzték, tehát nehogy félreértsék, 120 fokos hőt kell adni, hogy a szalmonella elpusztuljon, tehát az a leghőtűrőbb baktérium csoportok egyike, és ledarálták, megetették a szarvasmarhában. Kannibalizmusra indukálták a marhát, hogy több tejet adjon, több húst termelje. És mire észre tértek, 1,5 millió szarvasmarhát kellett leölni és lefagyasztani, mert ezt el kellett tüzelni, és hetente csak 50 000-et tudott Anglia eltüzelni. Mert hiába hantolja el egyéb, az a fehérje kód az örök. Mert nincs hozzá se baktérium, semmi, ami azt föl tudná dolgozni. Mert ismeretlen. És ez itt van már a világunkban. Na most ezekben a génmanipulációkban, tehát ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a növények állatoknál is párhuzamosan mentem, sokkal előbb, mint önök gondolják. Ez nagyon régi a génmanipuláció. 95-ben lett egy törvény, hogy írni kell a nemesítőnek, hogy ő génmanipulálta-e az új produktumát, vagy használta-e fel hozzá génmanipulált anyagot. Előtte nem kellett. És ott ma a törvény, mindenki írástudó, ahogy Jézus idejében is voltak írástudók, hát előtte lévők nem génmanipuláltak, mert nincs beírva. Jól mondom? 2002-ben Svájcba hívtak ki, hogy nézzem át az állami rendszerbe szereplő növényfajtákat, legyen az szőlő, gyümölcs, zöldség, szántóföldi növény, ez fajta-fajta jelölt, tehát 10 000 körüli növényszámról beszélek itt, mert a bióban nem szabad génmanipuláltat termelni. Ezt tudják önök, és ott a Reinau-ban van ez a tele, ott a kutatók ezeket válogatják ki, mi való ideális. Ott 2 napig mentem, hát 92%-ot ki kellett zárnom a termelésből. Ez egy hatalmas szám. És akkor kérdezi a kutató tőle, hogy ebben mi van, és akkor mondom, ebben az SH2 gén van-e, mert apám úgy nevelt, úgy tanított, ha mérnök leszel, akkor bele kell tudni látni az anyagba. Tehát, hogy a gépész belelát a motorba, én nekem a genetikába kell belelátnom, és tudnom kell, melyikben mi van torzítva, vagy mi hiányzik, vagy mi van helyette betéve. Mivel vitték azt be? Még ez is számít. A génmanipuláció az Magyarországon már a szocializmusba is ment. Erre a legdurvább példát említem. A génmanipulált pisztrángot a 80-as években a Bakony vizeibe engedte ki Kövi Gábor. Ő mikor rájött, hogy mit tett, azóta szerzetesként él Kádár, Tambesztrém mellett. Tehát egy fantasztikus dolog, egy új génanyagot kiengedni a világba, ami bekerül a táplálékláncba, a körforgásba, és soha nem lehet kitörölni. Tehát ne csodálkozzanak azt, hogy ezt a világot az új nemzedék már nem akarja látni, tehát nem véletlenül rakták tele a világot most ilyen vakoknak mutató kis kockákkal az utcákon egyéb, hogy hol kell megállnia egyéb, biztos látták meg, mert ez új nemzedék már nem akarja látni ezt a világot. Tehát teljesen más világ fog jönni. Tehát ez egy gonosz, árimánszerű, tervszerű munkáról van szó. Nekünk itt csak úgy van a megmaradás, ha a belső szellemet fölszabadítjuk, megismerjük, hogy létezik az eddig tanultakon kívül. Tehát mert eddig is tanultak szellemtudomány, tehát antropozófia. Hogy létezik egy belső szelleme az embereknek, amelyikkel mi néha találkozunk egyéb, de nem használjuk, nem ismerjük ki annak az
őrült nagy tudását. Erre tervezünk egy táplálkozástani akadémiát, ennek az lesz a címe, hogy neolit táplálkozás. Ez 8 részből lesz, lehet majd jelentkezni erre a tanfolyamra, ahol önökben lévő, amikor megszülettek, az a képesség újra visszaáll, mert ez a célunk, a mai tudományokkal egyetértésben, tehát itt orvosok egyéb is szerepelnek, tehát akik tanulják ezt, mert nem tudjuk másképp világra hozni az új embert. Tehát a belső szelleme az az örök. Én egyszer elmesélem úgy érdekességképp, 18 éves korom előtt nem sokkal meghaltam. És akkor egy fiatal doki életre keltett, és akkor, mikor írta a záró jelentést, hát mondom, doktor úr, én láttam, hogy mit csinál vele. Milyen eszközök vannak, voltak a kezében. Miket mondott? És akkor rám fölmett, hogy kérem, maga akkor se nem láthatott, se nem hallhatott. És a lélek, a szellem kiszáll a testből, és láttam, de nem így, mint most, hanem mindent láttam a műtőben, tehát ahol se előtte, se utána nem voltam. Tehát egy fantasztikus dolog ez, tehát amikor az emberi életnek vége van, nem kell attól félni, az természetes dolog, megszületünk, és van egy halál. Tehát ez az a, viszont a, ezt az életnek nevezett fizikai dolgot, szeretettel kell tudni megélni. Ezek az ősi tudások kellenek, és ebbe szeretném önöket segíteni, hogy felszínre kerüljenek, de úgy, hogy hogyan kell hozzányúlni a növényhez, hogy megyünk a boltba, akkor csak ott álljunk meg, ami megszólít bennünket. Tehát ne tanuljunk meg írni, olvasni. Hát most az előző beszélgetéshez visszanyúlva biztosan emlékeztek rá, hogy akkor is azt mondtam, hogy a belső hangunkra hallgassunk. Ugye te is ezt mondtad most, Gergely. Ez nem a belső hang, ez a belső szellem. De úgy egy kicsit felvillanás szerűen, ha valakinek úgy most tudok segíteni benne, hogy mikor szólal meg ez. Tehát mikor az ember a párját választja, akkor van egy ilyen dobbanás. És attól kezdve az már működik, és létrejön a kapcsolat, vagy azért, hogy legyen gyerek, vagy azért, hogy ne legyen. Higgyék el, ez annyira tervszerűen megy föntről, ennek így kell történnie. Ez egy csoda ám az egész élet. Utána éjszaka álmodunk, néha emlékezünk rá, ezek az álmok fantasztikusak. Hát nekem is volt életemben már ilyen álom, hogy hajnalban fölébredtem, és akkor ami probléma hónapok óta agyban van, nem oldódik meg, és akkor a kémiai vegyületnek a neve megjelenik, és akkor gyorsan leírtam, és akkor oké. Tehát megfejtődött a rejtély. Vagy pedig volt olyan álmom, hogy álmodok egy japán ember az irodámban ott ül bent, ez hajnalok, hajnal megyek be reggel, és ott tényleg ott ül egy japán ember, a Kimura nevezetű, tehát egy nagyon pozitív ember. Tehát azért mondom, hogy ezek előre is megjelennek, mert a belső rendszer az teljesen szabad, téridő független. Teljesen független tőlük. Tehát ez nagyon lényeges dolog. Tehát hogyan kell kiválasztani az ételt, italt, mert az tarthatatlan, hogy az Unió ennyire megalázott ennyi 100 millió embert, vagy az USA, ott mondjuk békésebb néhány dolog, de nálunk, hogy az, hogy például egy termékben van 15% eredet, és ráírhatják, hogy az vaj, vagy tönkölybúza, és így tovább. Tehát ezek nagyon komoly dolgok. Hát erről, ha akarom, majd én keverem. Édesanyám bevitt a félegyházi piacra sokszor, kisgyerekként, és látjuk, megy egy menyecskét, viszel az ellenőr, nagyon sírt a menyecske, mert a tej fölé bekeményítötte, hogy sűrűbbnek látszódjon.
Hatóság elvitte. Most kit visznek el? Nincs olyan tejipari termék, joghurt bármi, amiben ne lenne kukorica keménycső. Ha önök tiltakoznak ellene, akkor a hatóság ki van ám okosítva, abban a pillanatban adja azt, hogy milyen egészséges a. Elnézést, a génmanipulált kukoricával valami nem passzol. A génmanipulált szójával valami nem passzol. Mert ami csirkéket most etettek ezekkel, a csirke ma 4 hétig él, és levágják. Nem 6 hétig, mint mikor én tanultam annak idején, akkor 6 hét alatt nőtt fel, most 4. 4 hét alatt ezek rákos betegek lesznek. Ez ki van mutatva, és etetik a lakos. Mi hány hétig élünk? Számoljanak. Hát hatalmas gondban van az emberiség, és ha hiszik, hanem ez, hogy génmanipulált szója legyen, ez magyar embernek az ötleménye. Most ez ahhoz, hogy ilyen vegyszer legyen, az magyar embereknek a szellemi produktuma, amit 90-ben az Antal kormány rögtön eladott. És most az egész világ ellen használják ezeket. Na most a vegyszert is megnézték, ezt a vegyszert, most Roundup cég vitorolja ezt a magyar dolgot, az is daganatkeltő a csirkéknél. Pedig a csirke nem eszik Roundup vegyszert, csak olyan táplálékot, ami azzal volt. Tehát ezeket kell végigvennünk, hogyan jutunk el oda, hogy megszólítson az az étel engemet, nem kell nekem, hogy ráírják, hogy bio. Mert a párom egyszer rendelt a biotermelőtől bio krumplit, nem kevés áron, tehát 500 forint kilóként, csak a kukába kötött ki, meg génmanipulált burgonya volt. Hát a bioban nem lehet génmanipuláltat hivatalosan. Vagy a megvette az almaecetet a biopiacon, és az nem almaecet volt, hanem sió almalé és ecetnek az összeöntése. Ez egy kicsit durva, de itt tartunk ma. Hát az élelmiszer ital az bizalom. Hát én elfogadom, hogy az kenyér, az sör, az bot, és nem az. Hány esetben találkozunk vele, de ezt meg kell tanulni, hogyha ilyen bort bontok fel, akármilyen drága, és nem borad, akkor ki kell önteni a csapba. Tehát meg kell ezt tanulni, mert ez olcsóbb bárminél. Az egészség fontos. Én nem a betegségről beszélek, én az egészségről, és ezen keresztül a szeretetről. Mert ha a szeretet megvan bennünk, akkor mindenne eligazodunk. Az embertársainkat, a környezettel és egyéb. Tehát nincs akkor megoldhatatlan probléma. Hát nagyon köszönöm, amiket elmondtál, és nagyon szomorú vagyok, de itt most annyi az utolsó mondat, amit kérek tőled, hogy mondd el nekünk, hogy hol lehet veled találkozni, és hol fogod tartani ezt a sorozatot és tanfolyamot, hogy megtanuljunk. Nem kérdeztetek ilyet? De csak nem tudom hol, de tudom, hogy Kicks Andrea szervezi ezt és a párom a világ, tehát ennyit tudok róla, ez egy komoly kérdésről van itt szó, tehát elmondom, én 90-ben kezdtem el az egészségügyiseket oktatni táplálkozástanra. Minden föl lett véve, tehát én azok is szavatos vagyok. Tehát én amikor elmondtam ott, hogy a margarin mérgező, először senki nem hitte, de mikor vége volt az előadásnak, mindenki tudta, de utána az orvosok nem ezt mondták már önöknek, csak annyit, hogy kevesebb margarint tegyünk. Ez nem az én felelősségem. Vagy amikor Csernobil eldurrant, akkor mindenki tudta, orvosok, hogy hogyan kell, mit kell csinálni, hogy kevesebb radioaktív szennyeződés legyen a táplálékban. Önöket senki fel nem homályosította. Én ezért dolgoztam, tanultam, tanítottam. Tehát ezt ne felejtsék el. És ezt ma is meg kell tenni, mert Ketyeg Fukushima, elmondom önöknek, a fiam, a nagyfiam az első, az odanősült, tavaly haza kellett jönniük, mert semmit nem mondanak Japánban, hogy mi a szennyeződés. Most 40 millió embert kell onnan első ütembe kitelepíteni. De nem mondanak senkinek semmit.
Erről szól a kapitalizmus. Tehát nagyon észen kell lenni, hogy az élet megmaradjon. Tehát ez az alapja, de ahogy 1758-ban tudták mi a rádióaktivitás, mit kell tenni, azt mi is tudjuk. Nem kell félni tőle. Nem kell önöknek műszer hozzá. Tehát önök is épp úgy vagy mindent tudni fognak, hogy mi szólal meg önökbe, a génmanipulált élelmiszerrel találkoznak, mi szólal meg a vegyszerrel, mi szólal meg, hogyha sugárzó anyaggal, és így tovább. Meg kell tanulni ezt, mert csak így marad fönt az élet, és meg kell tanulni, lemondani, hogy ez a hülyeség, hogy nincs más, ezt kellett tennem, ezt kell, ezt felejtsék el. Ha én is kibírom napokig, hogy nem eszek, vagy nem iszok, önök is kibírják. De tisztát tegyük. Akkor ez volt a végszó.